Köszöntöm a nézőket, Önök az M1 Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, október 11-én, kedden este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük fő híreinket egy-egy mondatban. Ideiglenesen lezárják a Sátoraljaújhelyi vasúti átjárót a Bodrog közfelé. Nár Vivian Léna lett a polgármester ösztöndíjasa októberben. Az útfelbontásokról egyeztetett a kivitelezővel Sátoraljaújhely polgármestere. Korábban beszámolt hírműsorunk arról, hogy hamarosan elkezdődik Sátoraljaújhelyen a 37-es úthoz csatlakozó vasúti átjáró felújítása, ami miatt ideiglenes forgalmi rendváltozás lép életbe. Az ezt jelző táblák már ki is kerültek, és holnaptól már az új közlekedési rendre kell mindenkinek számítania, mely érinti a városon áthaladó forgalmat is. A néhány éve elkezdődött Sátoraljaújhely mezőzombor vasútvillamosítási munkálatokhoz kapcsolódik egy teljes körű pályafelújítás is. Mint már beszámolt televíziónk róla, ennek a részét képzi most a 37-es úthoz csatlakozó vasúti átjáró felújítása, ideiglenes lezárása. Az előzetes információk és tájékoztatások alapján a kedves nézők már értesülhettek arról, hogy a városokat érintő útlezárás lép a holnapi napon életbe. A MÁV FKG Kft. A 2012-ben elkezdett vasúti villamos korszerűsítési munkálatok befejező fázisához érkezett, melynek keretében a 37-es számú főútvonal közúti és vasúti szintbeni átépítését végzi, valamint a teljes pályaszerkezet 500 méteres szakaszon megújul. Ez azt jelenti, hogy nem csak az átjárót zárják le, hanem a teljes alépítmény és felépítményi munkálatokat ugye elvégzi biztosító berendezésekkel együtt, és ez a technológia egy 3-4 hetes időtartamot vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy 2022. október 12-től, tehát a holnapi naptól, november 7-ig a vasúti átjáró teljes mértékben célességében lezárásra kerül. Természetesen a közlekedés megoldott lesz a felújítás időtartalmára is. Egy terelőút került kiválasztásra egy közös helyszíni bejárás után. A terelőút forgalma a Pataki utca, Dohány utca irányába fog haladni. Ideiglenesen kialakított forgalmi rend szerint jelzőtáblákkal, segítőtáblákkal kiegészítve. Itt a Dohány utcában a terelés idejére a megállni tilos szabály fog életbe lépni, tehát nem parkolnak a gépjárművek, ezzel is elősegítve a közlekedési biztonságot, valamint a közút munkatársaival is egyeztettünk, az aluljárónál lévő forgalmi jelzőlámpa a holnapi nap 6 órától kikapcsolásra kerül. Az említett időszakban az itt élőket arra kérik, hogy segítsék az átmenő forgalomban résztvevő közlekedését, a közlekedőktől pedig fokozott körültekintést és figyelmet kérnek. Az új tanévben is folytatódik a polgármester ösztöndíjassal elismerés kiosztása a Sátoraljaújhelyen. Ebben a hónapban Nár Vivian Lénát a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 12. osztályos gimnazista tanulóját találták érdemesnek az ösztöndíjra, aki tanulmányi eredményeivel és közösségi aktivitásával egyaránt rászolgálta megtiszteltetésre. A 2022-23-as tanévben is folytatódik a polgármester ösztöndíjas a program Sátoraljaújhelyen, melyben a város középiskoláinak vezetése terjeszti elő az arra érdemes diákokat, a polgármester pedig elismeri munkájukat. Nár Vivian Léna volt az első szerencsés, aki a tanévben megkaphatta ezt az elismerést. A város polgármestere a program eddigi sikerességéről beszélt. Változatlan eléri a célját, hiszen önökön keresztül, a televízión keresztül is többek között van lehetőségünk bemutatni azokat a tehetséges, értelmes, tenni akaró fiatalokat, akiket mi szeretnénk példának bemutatni a diákok számára, és egyáltalán mindenki számára, akinek több az iskola, mint az, hogy csak tanul, hanem egy közösségi életbe vesz részt. Egyéb tulajdonképpen önként vállalt feladatai vannak. Így van ez Viviennel is. Nem csak azért tetszik nagyon, hogy a szeptemberi kezdésnél egy olyan fiatalt jutalmazhattunk, akinek a kedvenc tantárgya a történelem, mert hogy nekem is az volt, hanem azért is, mert hogy egy tantestület döntése az nagyon mérvadó. És amikor lesznek biztos a később a továbbtanulás kapcsán adott esetben nehezebb időszakok egy-egy tantárgy, egy-egy vizsga előtt, mindig arra kell gondolni, hogy hú, a fene legyen meg, én már gimnáziumban is elértem azt, hogy egy komoly tantestület engem tartott a legjobbnak az összes diák közül. Hát ha azt meg tudtam tenni, el tudtam érni, akkor ez kis miska, ez a vizsga is.
Vivien kitűnő tanuló, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és a tanulmányi versenyek mellett az iskola egyéb rendezvényeinek, műsorainak is állandó résztvevője, és a Katolikus Rádió számára is készített már műsorokat. Egy nagyon tehetséges diákról van szó, aki tanulmányi versenyeken és közösségi életben is nagyon aktív volt a 4 év során, tervei, céljai vannak a tovább tanulással, és példamutató a diáktársai számára, ezért esett rá a választás. És úgy hallom, hogy a tanulmányi eredmény mellett a közösségben is aktív szerepet vállal, erről mit lehet tudni? Folyamatosan rendezvények szervezésében, diák önkormányzat munkájában, a rádió, a Katolikus Rádió munkájába besegített. Tehát szinte nem volt olyan terület a 4 év alatt, ahol nem lett volna. Megszólítottuk, azonnal jött, azonnal tette a dolgát. Tehát egy nagyon jó diákról van szó. Nagyon hálás vagyok, és ez egy megtiszteltetés, hogy én kaphattam. És meg szeretném köszönni az iskolámnak is, hogy rám gondoltak, és hogy nagyon sok mindenben segítettek. Az iskolában én is tevékenykedek, ugyanúgy a tanulmányaimmal is próbálom az iskolám hírnevét öregbíteni. Mindenféleképpen szeretnék tovább tanulni. Sajnos még pontosan nem tudom, hogy milyen szakon, de a gazdasági és a jogi irány tetszik nagyon, hiszen a történelem az egyik kedvenc tantárgyam az angol mellett, amelyből tettem már nyelvvizsgát, és tervemben van egy másik nyelvvizsga készítése is. A kitüntetett Nár Vivien Léna édesanyja igencsak büszke lehet. Ugyanis a családban nem ő az első polgármester ösztöndíjasa. Már a nővére, Nár Boglárka Vera is részesült az elismerésben pont 1 évvel korábban. Sátoraljaújhely belvárosában több nagy volumenű beruházás is zajlik párhuzamosan, többek között a nyáron megindult szennyvíz-derogációs munkálatok. Emiatt a város számos helyén útfelbontások, árokásás, illetve utómunkálatok zajlanak. A munkálatok ütemére és eredményeire több panasz is érkezett, melyekkel a város polgármestere egyetértett, így egyeztetés hívott össze a kivitelezővel. Zajlik a szennyvízderogációs beruházás Sátoraljaújhelyen. Azonban a lakosság elégedetlen több okból kifolyólag a kivitelezési munkálatok kapcsán. A város polgármestere pedig osztja a panasztévő lakosok elégedetlenségét, ezért egy egyeztetést hívott össze a kivitelező a Strabag építőipari ZRT képviselőivel. Azt gondolom, hogy elfogyott a türelem, hiszen azokon a szakaszokon, ahol csatornaépítés van a derogációs beruházás kapcsán, ott nagyon-nagyon sok panasz érkezik teljes joggal az új helyek részéről. A tempó a munka minősége alapján. Elég megnézni a Hegyalja utcát, ahol most vágatjuk föl a kivitelezővel a már visszatemetett árkot, mert a minőség elfogadhatatlan volt, de a Köztársaság utcáról bemenő utcákon is ugyanez a helyzet. Az az ideiglenes helyreállítás, az balesetveszélyes, botorkálni lehet benne, kövek állnak ki belőle, amelyek felverődnek, a gépjárművek számára is problémát okoz, de a gyalogosok számára meg még inkább. Az egyeztetés során igyekezett a városvezető a figyelmet felhívni a visszáságokra. Mi nem ilyen munkát várunk el Sátoraljaújhelyben, ezt mondtam el a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek. Mi is Magyarország része vagyunk, és amit mondjuk Budapesten vagy az ország középső részein, vagy szerencsésebb részein elvárnak, mi pont csak, de annyit biztosan elvárunk. Úgyhogy azt kértem a kivitelezőtől, hogy az év végéig ne legyen nyílt árok. Ha ideiglenes helyreállítás van, azt megértjük, de az olyan legyen, hogy a telet kibírja, és tavasszal menjen rá a beton és az aszfalt, hogy ne süllyedjen meg. Ahol viszont szükséges, ott legfeljebb megsüllyed, és tavasszal újra meg fogjuk csináltatni. Azt tudom mondani, hogy legalább annyira fel vagyok háborodva a munka minősége miatt, mint azok, akiket érint, mert hogy közvetlenül az utcájukban folyik a munka. Nem is fogjuk hagyni, hogy úgy maradjon. Lehet, hogy tapasztalni fogják, hogy már visszatemetett árkot kiásatunk, ez azért van, mert nem fogadjuk el úgy. Azért dolgozunk, meg azért vagyok ennek a városnak a vezetője, hogy itt él emberek érdekeit képviseljem, azt teszem most is, türelmet kérek. Mindezek ellenére a városvezetés tudja, hogy a munkálatok fejlődést fognak elhozni, ezért is kérnek türelmet az ideiglenes állapotokért a lakosságtól, és egyben jelzik, a panaszaik értőfülekre találnak náluk.
A mozgás korlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesülete szervezett kulturális találkozót és kiállítást idén már 16. alkalommal. A Határok nélkül címmel rendezett rendezvény sorozaton színes műsorokkal kedveskedtek a közönségnek. Az ünnepélyes megnyitót követően énekesek, kórusok és versmondók is szerepet kaptak, valamint a több mint 20 éves múltra visszatekintő Roll Dance Budapest kerekesszékes kombi táncegyüttes zárta a műsort. Gyufaszobrászat, virágdíszek, hímzés, ékszerek és persze különböző festmények is helyet kaptak a 16. alkalommal megrendezett kulturális találkozó és kiállításon, amit a mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesülete szervezett. A rendezvény Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában tartották meg, ahol a műsorban és a kiállításon a sorstársak és a művész barátok vehettek részt. A rendezvényt örömmel, ugyanakkor pedig fájdalommal szervezték, mondta az egyesület elnöke Németi Tímea. Nyilván, hogy Éva elvesztése befolyással volt erre a felkészülésre is, de nagy örömömre minden kollégám beleadta a munkáját, segítettek, és tulajdonképpen közös erővel szerveztük meg. Ugye vannak, akik már évek hosszú sora óta fellépnek nálunk, ugye eljönnek a Miskolci Társegyesületünktől, eljönnek a Szerencsi Társegyesületünktől, tehát ők már azért olyan szereplők, akiktől tulajdonképpen, tehát hogy mindig várjuk őket szívesen, és nem mondunk le róluk. A kulturális műsorban szerepet kaptak kórusok, versmondók és énekesek is, így mindenki megtalálhatta a neki tetsző programot. A kiállított darabokat pedig az egyesületek tagjai készítették. Tulajdonképpen a három társegyesület, vagy a két társegyesületből és a saját egyesületünkből érkeztek ezek a kiállítók, akik ugye otthon ebben látják azt, hogy megvalósíthatják önmagukat, kikapcsolhatnak. Úgy alapjáraton ugye a mentális egészségnek jót tesznek az ilyen otthoni munkák, és aki úgy gondolja, hogy ezzel sokat foglalkozik, és érdemes neki ebbe időt fektetnie, és szeretné bemutatni, hogy mit csinál otthon, az természetesen bárki szólhat, és helyet adunk a kiállításának. A nap pedig a Roll Dance Budapest műsorával záródott. A vezetők elmondása szerint a kerekesszékes kombitánc együttes még 2001-ben alakult. Céljuk, hogy szavak nélkül pusztán a tánc nyelvén beszéljenek a másság elfogadásáról, az esélyegyenlőségről. Már nem először jártak térségünkben. Itt a helyi egyesülettől kaptunk egy felkérést, és hát jártunk már itt Sátoraljaújhelyen talán kétszer is, és tehát jó kapcsolatunk van ezzel a szervezettel, és hát ebben az épületben először vagyunk, de a szervezeteink már több éves kapcsolatban állnak egymással. A műsorok között a kiállítás résztvevői oklevélben részesültek. Ismét meghirdették a Sátoraljaújhelyi város bora versenyt a településen és csatolt részein élő borászok számára. Nevezni hegyalján termelt fehér borokkal lehet október 26-áig. Az egy évig használható cím átadására a Zsólyomkai Nyitott Pincék rendezvényen kerül majd sor október 29-én. Furmint hárslevelű sárga muskotáj, zét a szamorodni és persze az aszú. Ki ne ismerné Tokaj hegyalja szőlőveszeinek nektárjait. Idén is meghirdették a Sátoraljaújhely város bora versenyt, mely Sátoraljaújhely és település részeinek polgárai számára szól, és hegyalján termelt borokat lehet nevezni. Mióta Zsolyankai Egyesület működik 2003 novemberétől, az azt követő évtől folyamatosan megrendezésre kerül a borverseny. Tehát gyakorlatilag ez az év ugye egybe kötődik, ugyanúgy, mint máskor, a Zsolyankai Nyitott Pince napokkal, amelyek ugye ez évben október 29-én kerülnek megrendezésre, és bátran mindenkit, minden szőlőtermelőt, függetlenül attól, hogy mekkora területtel rendelkezik, méresse meg a borát ezen a borversenyen,
mert ugye ez egy kicsit olyan esemény is, hogy az éves verejtékes munka gyümölcse az hozhat számára egy nagyon pozitív bírálatot. A versenyre fajtánként két-két palack felcímkézett bort lehet leadni. Idén is sok bort várnak a megmérettetésre. Én úgy gondolom, hogy hagyományosan, mint egy 30 és 40 az a borok száma, amelyek ugye részt vettek és részt vesznek a borversenyen. Ezek változóak, mert attól függ, hogy milyen az évjárat, milyen a szőlőtermés, és ugye milyen fajta borokat lehet készíteni. Vagy pontosabban csak fajta borokat lehet készíteni, vagy lehet különleges minőségű borokat készíteni, gondolok itt a szamarodnikra, az asszura. Tehát ez mindig az nagy mértékben függ az időjárástól, ugyanúgy, mint ebben az évben. A leadási határidő október 26-a, a helyszín pedig a Sátorai Újhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Ideiglenesen lezárják a Sátorai Újhelyi vasúti átjárót a Bodrog köz felé. Nár Vivien Léna lett a polgármester ösztöndíjasa októberben. Az útfelbontásokról egyeztetett a kivitelezővel Sátoralja Újhely polgármestere. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket, a viszontlátásra!